Még önfeledten töltetik a vakáció utolsó heteit a diákok, bár az iskolákban már javában zajlanak az előkészületek a tanévkezdésre. A kötelező takarításon és festésen kívül a Vaszari János általános iskolában a biztonság fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektettek, oszlopokkal és egy jelzőlánccal védik majd a tanulókat a forgalom veszélyei elől. Már a szülők is jelezték, illetve mi kollégákkal együtt beszéltünk arról, hogy kicsit biztonságosabban bá kellene tenni itt, ahogy a gyermekek kilépnek az iskolában, rögtön a főút van az iskola előtt, és így ezzel a kapuval, illetve ezzel a lánccal egy kicsit megfékezzük őket, hogy nem mindjárt az úttestre érkeznek a gyerekek, tehát ha szaladnak is ki az iskolából, akkor sem az úttestre kerülnek rögtön, és amikor itt a felülvizsgálat történt, a gyalogátkelőhelyek felülvizsgálata az iskolák környékén, akkor került szóba és jeleztük, hogy szeretnénk, hogyha ide oszlopok kerülnének, és ez meg is történt, illetve ott egy kicsit a tala is egy kicsit át lett alakítva, lyuk volt, úgyhogy biztonságosabb most már a gyermekeknek. A 2018-19-es tanévre egy kicsit új dolgok érkeznek itt az iskolába, illetve továbbképzésen most vannak a kollégáim. Június végén volt egy komplex alapképzés, ezben a komplex alapprogramban vagyunk benne, most pedig az alprogrami képzés van. Hát ez az élménysuli, megpróbáljuk élményszerűbbé tenni az oktatást. A meglévő oktatási módszerek mellé új oktatási módszereket tanulnak most a kollégák, és ezáltal a gyermekeknek még élményszerűbbé szeretnénk tenni az oktatást, a 21. század elvárásainak megfelelve. Tehát most nagyon komoly képzésen vesznek részt kollégáink, 4 napot június végén, 4 napot most itt augusztus végén, és hát nagyon-nagyon várják a diákokat az újdonságokkal. Az élménysuli továbbképzés során 5 alapprogramot kell elsajátítaniuk a tanároknak. Ezek a testmozgás alapú alapprogram, művészet alapú alapprogram, logikai alapú alapprogram, életgyakorlat alapú alapprogram, illetve a digitális alapú alapprogram.